Stabilan működtek a tiszavasvári, az ibrányi és a nyíregyházi járás nyugatra fekvő önkormányzatai 2019-ben, számolt be róla Vinnai Győző országgyűlési képviselő. Mint mondta, a 2010-es állapotokhoz képest ezeken a településeken sikerült hatékonyan kiépíteni a közmunkaprogramot, a legnagyobb előrelépés pedig a munkanélküliség csökkenésén érezhető. Azt ugyanis a kormányváltás előtti időszak 15-20%-os szintjéről sikerült 6-7%-ra szorítani. Vinnai Győző elmondta, az elmúlt egy évben a legtöbb önkormányzat sikeresen pályázott a hazai forrásokra, ennek köszönhetően pedig az infrastruktúrát illetően is látható a fejlődés a választókerület falvain és városain. Ugye 20 település tartozik a választókerületemhez, Nyíregyháza egy részét kivéve, hogy minél jobban fejlesszük a településeket. A polgármesterekkel nemrég találkoztam, és a 2019-es évet értékelve a Magyar Falu Program pályázatainál többen nyertek orvosi rendelőre, útfelújításra, nemzeti identitástudat erősítésére, helyi közösségi terek fejlesztésére. Tehát lépegetünk előre, jobb lenne még több forrás, de azt gondolom, hogy maximálisan kihasználtuk a lehetőséget. Sokat javult emellett a közbiztonság is, több településen újra szervezték a polgárőrséget, valamint kamerarendszert is bevezettek, ezáltal pedig kevesebb, mint felére csökkent a bűncselekmények száma a 10 évvel ezelőtti állapothoz képest. A településeket összekötő úthálózat is sokat fejlődött, az októberben átadott nyugati elkerülő pedig a megyeszékhely közlekedését is tehermentesíti. Ez egy szintén hazai forrásból megvalósított 9,2 milliárd forint értékű beruházás volt, tette hozzá a képviselő. Nyíregyházát nyugatról, a Kálmán-házi lehajtótól bezártuk a nyugati elkerülőt, ugye a 36-os és a 38-as út között, az úgynevezett Tiszavasvár és Tokaj út között, és egészen Nyírszőlősig eljutott. Ennek az a jelentősége elsősorban a megyeszékhely szempontjából, hogy az az Ibrányi térség, ha föl akar jutni az autópályára, már nem hajt be Nyíregyházára, hanem ezen a nyugati elkerülőn jön be Ibrány, Kótaj, Búj, Gávavencselő, mint egy 40 ezer ember az autópályára. És természetesen ezáltal kisebb a nyíregyházi nagykörült forgalma, kisebb a légszennyezettség, a környezetszennyezés, ez mindenképpen fontos. De még van egy nagyon fontos eleme, hiszen Nyírszőlősigbe zártuk, és már közel ott van a Sóstó, ahol állatpark van, múzeumfalu van, élményfürdő van, strand van, tehát a turisták is el tudnak jutni autópályáról, illetve a nyugati elkerülővel el tudnak jutni Nyíregyháza látnivalóit megnézni. Vinnai Győző hozzátette, a tiszamenti polgármesterekkel már zajlanak az egyeztetések arra vonatkozóan, hogy növeljék a települések turisztikai vonzerejét, ahhoz azonban, hogy erre az Európai Uniós pályázati ciklus végéhez közeledve forrást találjanak, valódi összefogás és világos tervek szükségesek.